got your knock-knock. What makes you so good in the ring? A box művészete abból áll, hogy megüsd az ellenfelet, ugyanakkor te ne kapj pofont. Összefoglalót, úgyhogy a lehető legjobb pillanatban kaptuk meg. Cory Spinks összecsapása Pichi Rillo ellen, egy olasz fiú ellen. Kétszer is találkoztak, egyszer kikapott tőle Cory Spinks pontozással, aztán legyőzte Pichi Rillót, és úgy lett az IBF világbajnok a váltósúlyban. Ahogy mondtuk, ő a gondolkodó, tökölvívó, aki hát megpróbál a képzettségével sikert elérni a ringben. Hát nagyon nagy érdeklődéssel várjuk mi is, hogy a nicaraguai vadember ellen lesz-e valamilyen keresni valója Cory Spinksnek. Az biztos, hogy a szakemberek a döntő többsége úgy véli, hogy inkább Mayorga. Lőttek le a nyílt utcán. De kitűnő kölvívó. Minden esetre óriási laza hangulatban érkezik a szorítóba, és ez is hozzátartozik a professzionista ökölvíváshoz. Feltöbb. Az biztos, hogy nem könnyű a papa és a nagybácsi árnyékából kilépni Cory Spinksnek, de ez a legjobb lehetőség számára, a csúnyán rá fog ébredni majd a mérkőzése. És egy kis tánc bemutató a mérkőzés előtt megmutatja, hogy milyen jól be van melegítve, milyen laza. Biztos, hogy ritmus érzékel, nem lesz itt semmi probléma. Amiből pillanatnyilag Mayorga kettőt Spinks lehet következhetni, hogy Spinks nem tartozik a nagy ütők közé, míg Mayorga egyértelműen az. Itt újra a technika és az erőcsatáját láthatjuk majd. Kíváncsian várom. Mayorga már kezdi. Igen. Beugrásokból pontokat szerezni. Egyértelmű az, hogy Mayorga roppant kemény, ez már látszik ebből a pár első megmozdulásból. Jobb kezébe. Elindul. Ő egy őserő. Egészen tisztán eltalálták a fejét, szinte kicsavarodott, mégsem tudták padlóra küldeni. 3-4 tiszta találat. Álló, de hogy amit eddig mutatott, Jézus Mária, szegény ki. Az viszont nehézsúlyú mérkőzés, mindegy, hogyha ő próbál középen mozogni, így indít jobban, és aztán ráteszi a bal kezet. Oly, de szép. Szép. Első menetben is nem tudott hova bújni előle. Számára nagyon fontos, hogy ő maradjon belül. Igen, és fontos, hogy ne adjon statikus célpontot Mayorga számára. Most jön a bosszangatás. Pese Spinks nem veszi alapot, nem válaszol vissza szóban, csak ütésbe. Testre indított most Mayorga, aztán két... Hátorság kell hozzá. Balharokke. Üti testre, fejre, és széles horgokat. Jobb horog, Mayorga. Nagyon-nagyon rossz időben indított. Hajde, szépen támadott. Bár ugye a... Az is egy szép megelőző jobb horog. Itt indított, és ütött luftot háromszor is egymás után Mayorga. És ebből támad vissza ragyogóan Spinks. A Spinks irányít. Itt, oj, de szépen meg férfiasan, én nem számítottam arra, hogy oj, de megint három és most másfél perces menetben. Megint. Ezen a meccsen még nem dőlt el semmi. Hát persze, ezért nem lehet. Nem, blokkolt ütés, és gyönyörű szépen hajolt le Spinks. Elmondta, hogy őt az utca... Megpróbálja elkapni a nicaraguai Spinks. Azt mondja, gyere ide, hát ő nem megy oda, bolond lennék oda menni, nem vagyok én egy hülye, hogy oda álljak egy ilyen vad emberrel verekedni. Én majd kitolok vele, én majd túljárok a... Hoppá! Jobb egyenes, az most fontos. Megrázta Spinks-t. Először talált egészen tisztán a nicaraguai. De utána nagyon szépen veszi a Spinks a fejét. És már üt egy jobb egyenes, rázza a fejét. Rázza a fejét Mayorga, hogy... Igen, hát itt azért most egy kicsit kijön az őserő, de hát a Spinksben is van annyi kurázsi, hogy integet neki, gyere csak öcsém, ez nekem semmi. És jönnek a nagy luftok újra. Megpróbálja kinyírni szó szerint ebben a menetben Mayorga Spinks-t. Egy mozog lábon, ami miatt még Mayorga... A meginduló Mayorga fejére Spinks. Igott van, nehogy valami nagy baj történj. Uralja a ringet, eddig
Aj, de szép, megint az a jobb oda peszkölt egyet, bosszantólag. Egy bele Majorka nagyobb ütő jobb kezébe. Megelőzgeti. Hú, de szépen boxol most ki. Nem marad ott. A mérkőzés végéig tudja produkálni, akkor pontozással megnyerheti a meccset, de hát még a felénél sem vagyunk. Igen, és kérdés a... A fő meccs egyik résztvevője Bernard Hopkins. Ez ne, nem ütéstől volt. Ütésre kényszerű. Oly, de szépen belevert egy bal felütés jobb forgot. Mint ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Zseniális érzékel. Igen. Kicsit talán Spinks-fejelt. Remek. Bal jobb. Megint megelőzi a nikaragóait. Ez az egyik dolog, a másik dolog meg nagyon kicsit öcsi verekedni, de hát az öcsinek nincs kedve verekedni, mert a... Opa! Jobb kezes, az nagyon, nagyon kemény volt, igen. Na most ez volt a félő, hogy ebből a sok kasszálásból valami beesik, de hát azt hiszem, hogy a nehezén túl van más Spinks. Most kéne megfogni. Amadni és ütni, pontosan. Igen. Na most ez olyan, mint a vörös poszt. Egyébként a matador dolga ugye, hogy hát az utolsó szúrást ejtse a bikán. Sőt, ez a matador még nem tud. Hú, de szép volt. Egy dupla jobb, egy bal egyenes és egy jobb forog. Még... Nem hátra lép, mellé. Aj, de szép. De előbb túl kéne jutni a Cory Spinks-en. Még egyszer ilyen esetben igen. Szinte elképzel. És ismerve Mayorga mentalitását, oly, de szépen. Na, ezért kellett ez a pár másodperc, hogy regeneráljon gondolkodásban, és Modric kutya a nyájat, hogy? Jó tett neki ez a kis szület. Oly, micsoda alakult. Itt a végén, jobbal ballal mind a ketten, és aztán még visszanéz. És az ész. Az arra is kell figyelni, az embernek lenőssék a fejét. Hopp! Nem ütés volt. Valahol elhajlás az ütés, ezek ezt a fejét egy jobbot alá lehetne venni. Ebben a szituációban kínálkozik. Is. Nagyon közel került hozzá. Jaj, de szép. Elkezd lábon mozgatni. Mennyi van még? 1.43. Itt a mérkőzés végén csoporttól független ranglistán ott volt az első ötben. Ha láttuk az egész mérkőzést. Ez a jó. Ez a jó, ez a jó, a 111-110, nem tudom a többi mit pont. Tisztítjuk a talajt, hogy mi a hazugság, mi a reklám, mi a valóság. És akkor az elején bevonul ez a Spinks, mint egy ilyen nyegle, nyikhaj.